Sziasztok, remélem sikerült eleget gyakorolni a kutyákkal, és annyi szabadidőnk van, mi más csináljunk. Takarítunk, el vagyunk, de azért kutyázzunk is. Kicsit vegyük át azért még az ültetést. Biztos van mit gyakorolni. Manó, elhúzogatom a kutya óra előtt ugye a jutalomfalatot, mint az előző videóba. Egyszer csak kiadom a vezényszót, és a kutya feje fölé emelem a jutit. Ül! Odaadom neki, megdicsérem. Próbáljuk meg azt elérni. Ha leültetem a kutyát, ne változtassa meg a pozíciót, maradjon ülve. Attól megdicsérem a kutyát, az még nem azt jelenti, hogy mentesülhet a feladat alól. Próbáljuk meg kitartatni a pozíciót. Elmozdul a kutyám, lehetőleg visszaigazítom ugyanoda. Ül! Semmilyen fölösleges vezényszóra nincsen szükség, nincs marad, állj, izé, hozé, ül. Gyere. Feje fölé emelem, ül, okos. Odaadtam neki a jutalomfalatot, most ügyetlenül eldobtam, megesik. Ül. Megvezetésnél oda kell arra figyelni, hogy két vezényszót adunk ki a kutyának. Egy vezényszót kiadunk a szánkkal, és egy vezényszót kiadunk a kezünkkel. Ezt össze kell hangolni, tehát amikor kiadjuk a vezényszót, ugyanazt a vezényszót mondja a szánk is, meg a kezünk is. Például az ültetésnél kiadom a számmal a vezényszót, hogy ül, a kezemet fölfele indítom el, tehát fölmutatok. A fektetésnél a számmal kiadom a vezényszót, hogy fekszik, és a kezemmel lemutatok a földre, ez fogja jelenteni azt, hogy fekszik. Hogyha ezt összekeverjük, és amikor én azt mondom a kutyának, hogy ül, és lemutatok a földre, akkor a kutyám le fog feküdni, mert a motiváció ott van a kezembe, tehát amit a kezemmel adok ki vezényszót, az sokkal erősebb a kutya számára, mint amit a számmal mondom. Tehát ezért nagyon figyeljünk oda, ül, fölfele mutatok, fekszik, lefele mutatok. Ma a fektetést fogjuk gyakorolni. Segítségünkre van Manó. Első, ami kell a fektetéshez, jutalomfalat. Megszagoltatom a kutyával a jutalomfalatot, elhúzom egyszer-kétszer az orra előtt. Kiadjuk a vezényszót, hogy fekszik, lehúzzuk a kutya két lába elé a földre a jutalomfalatot, és közben lenyomom a kutya marját. Nagyon fontos, hogy ne a gerincét terheljük a kutyának. Mindjárt mutatom is, hogy hogy kell pontosan ezt csinálni. Felkeltem a kutya érdeklődését. Érdekli a jutalomfalat, lehúzom a kutya két lába elé a jutalomfalatot, fekszik, és közben kísérem szépen a bal kezemmel, tolom le a kutya marját. Fekszik. Ül. Fekszik. Ókos. Képzés során több dologra oda kell figyelni. Például az egyik fontos dolog, hogy egy vezényszó, egy végrehajtás legyen. Ez azt jelenti, hogy ha kiadom a kutyának a vezényszót, akkor egyből végre is kell hajtatni a kutyával a feladatot.
nem szabad megvárni, hogy a kutya végrehajtja a gyakorlatot, vagy nem hajtja végre a gyakorlatot, mert ha nem hajtja végre a feladatot, akkor ismételni kell a vezényszót. És ez nagyon nagy hiba. Tehát ha többször kiadom a vezényszót, és csak utána fogom végrehajtatni a kutyával a feladatot, akkor azt fogom elérni a kutyával, hogy mindig csak a harmadik, negyedik vezényszóra fogja végrehajtani a feladatot, amikor már vörösödik a fejünk, és már üvöltünk a kutyával. Tehát, amikor én kiadok egy vezényszót a kutyának, akkor egyből végre is hajtatom vele. Reméljük ezzel a videóval is a segítségetekre lehettünk. Ha bármi kérdésetek van, tegyétek fel nyugodtan. Kutyaparadicsom online Facebook csoportunkban. Sziasztok, gyakoroljatok, és folytatjuk!